és ezúttal Szanisztó Csabát köszöntjük köreinkben újra nagy-nagy szeretettel. Pár dolgot helyre kell tennünk, mielőtt még hozzálátnánk a témákhoz. Majdnem mindig felvetődött a neved egy olyan kérdés kapcsán, amikor azt kérdeztük itt a hallgatóinktól, hogy kit látnának szívesen a műsorban, és nem azért nem hívtunk itt az elmúlt években, mert nem akartunk. Komoly ellenérzéseink voltak. Igen, összevesztünk, és most sikerült kibékülnünk, hanem inkább te mondd el, hogy mi volt ennek a fő oka. Azok a kommentelő Kevin Durant nyomán az én saját felhasználóim voltak, csak nem a saját nevem. Az egyik bocsát Kevin Durant, a másik pedig Josep Bartomeu, aki külön szerződésben. Igen. Szóval hát nem voltam itthon, tehát ennek ennyi oka volt tulajdonképpen, hogy családommal Bosznia és Hercegovinában tartózkodtunk, egy nagyjából másfél évig. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt, egy picit beleszakoltam a bosnyák futballba, jártam pár FK Zsejó mérkőzésre, aminek egészen elképesztő hangulata volt. Tehát amikor mennyien jártak ott meccsre? Hát nagyjából egy átlagos hazai FK meccsre ilyen 2-2500-nál nem többen. Na most az FK-ról azt kell tudni, hogy ott egy gazdag külföldi tulajdonos van, amelyik ugye a Turkish Airlines nyomja oda a főszponzornak. Ők mostanában a legjobb csapat, őket tartják a pénzes csapatnak, a Manchester City-nek, amivel majd még biztos fogunk beszélgetni. A Zseljó az meg ilyen szoció szinten működik, tehát hogy ott meg a szurkolók építettek, például az ott ugye a Lokomotív, ők építettek egy lelátót úgy, hogy a szurkolók adták össze rá a pénzt, és végre a negyedik lelátót is megépíthették. Na mi azon ültünk, mi Zseljó szurkolók lettünk, és ilyen élmények. Derbi az olyan 8-9-10 ezer ember, és ilyen élmények, hogy... És gondolom, nagyon visszafogottam. Tök visszafogottam, tehát ott az teljesen természetes, hogy 12 percig megáll a meccs, mert tűzijáték van. De olyan, hogy augusztus 20-a rakpart, ez jut eszedbe, nagyon durva, nagyon durva. A másik pedig az, hogyha valaki nem néz, csak hallgat minket, akkor mondjuk el, hogy itt egy kosárlabda pálya mellett ülünk, hogy ennek mi az oka. Igen, aki megnéz minket, az látja, hogy Tibi egy fejjel magasabb, mert a székeket nem állítottuk be. Ezen most javítok egy picit. Szóval, hogy igen, ennek az oka. 181 centi, ezen már régóta vitatkozunk, hogy az nálad valamilyen meghamisított adat. Ez a draft esélyeidet akartad növelni. Nem, ez cipő nélkül van. Cipő nélkül. Szóval, hogy az Eliup stúdiójában ülünk most, ami Törös Balázsra leindult közös NBA műsorunknak a stúdiója. Ádi ötlete volt, hogy ide üljünk szerintem. Ha valaki szeretné nézni, akkor szombat esténként tudja nézni a sportévén. Na de természetesen nem úszod meg a kérdést ezúttal sem, meg Ádi sem. Gondolkoztam, a kettő szerintem egészen jó dolog is jött velem szembe, úgyhogy lehet, hogy majd a másikat is felteszem itt időszakosan, majd amikor ott tartunk esetleg. De mégis azzal kezdenék, miután ezt a műsort akkor veszük föl, amikor este az Atletico és a Liverpool majd megkezdi a Bajnokok Ligájának az egyenes kieséses időszakát. Két olyan edzőről van szó, akik azért viszonylag ritkán buknak el egyenes kieséses párharcot Európában. 32-t játszott, ez saját gyűjtés, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy van benne valami fajta hiba. Eddig Jürgen Klopp a Liverpoollal és Diego Simeone az Atletico Madriddal együttesen, tehát mindegyik a saját klubjával. Ketten együtt hányat buktak el ezek közül az európai, két meccses európai klubok? Most tehát ebben a 32-ben Kloppnál csak a Liverpool. Csak a Liverpool. Húha, mert várj, játszott Kloppnál, eldöntőt. Kloppnál 11, és Simeone-nál 21 ez a szám. Csak én nem segít. Tudom, de mintha valami olyasmi jött volna velem szembe, hogy Klopp még soha nem vesztett a Liverpool edzőjeként két meccses párharcot. Ha ez így van, akkor Simeone marad, aki olyan 5. Bodog egy 3-at. Nem tippeltetek rosszul, majd visszatérünk. Volt egy kicsi trükk benne, amit Csabi azonnal megfejtett, de tényleg erre majd érdemes lesz visszatérni. Viszont tényleg akkor kezdjük ott, az ahol... Az a baj, hogy az apropója ennek a Liverpool-Róma párharcol szerintem, amikor ezt olvastam. Igen. Szóval kezdjünk ott, ahol mondtál itt a Manchester City-vel kapcsolatban is kapcsolódási pontokat a bosnyák futballra. A City azért ennél sokkal rosszabb helyzetben van, mint amelyik is, bocsánat. Zsejezni csár. Nem biztos, hogy tökéletesen ejtettem. Szarajevói vasutas. Szarajevói lokomotív. Szóval mik az első benyomásaitok, meg mi volt az első gondolatotok, amikor megláttátok ezt a döntést, meg az erre adott reakciókat, mert ezek azért viszonylag egy időben érkeztek. Hát nekem az, hogy ez az oldala az európai labdarúgások, amivel a legkevésbé van kedvem foglalkozni. Tehát, hogy ennél még tényleg a nem tudom, a nyílt lábszártörést okozó sérülések is kedvesebb témák, vagy nem tudom, annyira kevés köze van a futballhoz, meg
De valahol meg baromi nehéz, és nyilván foglalkozni is kell vele, pontosan azért, mert amivel meg szintén nagyon keveset szoktunk foglalkozni, hogy azok az emberek, akik ugye ilyen mértékű pénzt ölnek ebbe az egészbe, milyen céllal teszik ezt, és ez meg a legkevésbé sem gyermekdett, kedves és rózsás történetek, hanem itt bizony nagyon komoly, akár még ilyen már hát kis tudással, ilyen világhatalmi harcokról is van szó mindezek mögött, de ha más nem, tényleg olyan dolgokról, hogy milyen országokat milyen színekben tüntessünk fel. Nagyon jó példa ugye erre, ami például Szaúd-Arábiában zajlott, csak hogyha az idén megrendezett sporteseményekről beszélünk, akár itt az olasz szuperkupa döntőről, akár a Dakarról, akár még korábban ugye a Joshua Ruiz meccsről, szóval, hogy mire használják a sportot gyakorlatilag országok is sokszor, és hát a Manchester City eset ebből a szempontból meg abszolút adekvát. Csomó provokatív kérdést lehet feltenni ezzel kapcsolatban, és én egy párat azért össze is gyűjtöttem. Mi a baja egy olyan klubbal az Európai Labdarúgó Szövetségnek, amelyiknek egy fillér hitele sincs? Ellentétben azokkal a klubokkal, amelyek ugye megfelelnek a pénzügyi fair play szabályának, és tudjuk, hogy úsznak az adósságban. Hát szerintem oda kell visszamenni. Bocsánat, a kérdések nem az én véleményemet. Világos. Ez egy olyan szörnyen bonyolult ilyen 360 fokos kérdés, hogy én, amikor először hallottam ezt, eleve megnéztem a Financial Fair Play Wikipedia szócikkét. Aminél hosszabb Wikipedia szócikket futballal kapcsolatban én még életemben nem láttam, de most komolyan. És akkor azon kezdtem el gondolkozni, hogy miért hozta létre ezt az UEFA, és mi lett belőle. És hogy az, hogy miért hozták létre, azért hozták létre, hogy ez tudjon egy normális üzletre hasonlítani, és hogy ne történhessen meg azt, amit ti mondtatok, hogy játékszernek használják a futballt bizonyos országok, bizonyos üzletemberek, stb. És akkor volt a kezemben ez a Soccernomics című könyv, amit egyébként minden teljes terjedelem hallgatónak nagyon ajánlok, még akkor is, hogyha a végére egy picit el fogja venni a kedveteket, mert hogy ez a játék, amit mi nagyon szeretünk, meg hétről hétre nézünk, nekünk ez a világ egyik legnagyobb üzletének tűnik. És akkor elolvasod azt a könyvet, és kiderül, hogy nem. Hogy ez mai hír, hogy Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa, 1 000 milliárd dollárral támogatja a klímaellenes harcot. Elolvasod azt a könyvet, és kiderül, hogy egy ilyen közepes méret alatt van a futball, mint üzlet, ugye a világ üzletei között, hogy mit tudom én, a Manchester United valami 74. cég lett volna Finnországban 3 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez egy játékszer. És játékszerként kezdték használni azt az üzletet, aminek pedig normálisan kellene működnie. Csak ugye jön a másik kérdés, hogyha ezek az oligarchák, nevezzük nevén a dolgot, nem jönnek be és nem kezdik el játékszerként használni, akkor most mi lenne Angliában? Akkor most a Manchester United... Mi lenne Franciaországban? Mi lenne, hogyha mondjuk az amerikai tőke nem áramlik be Olaszországban? És most akkor azt mondjuk, hogy elzavarjuk azokat, akik tulajdonképpen azért, ha szigorúan veszem, hozzájárultak ahhoz, hogy a futball egy magasabb polcra kerüljön. De most pedig azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőlük. Nekem a bajom, hogy válaszoljak a kérdésedre a Manchester City-vel az, hogy nyíltan csaltak, még büszkék is rá, be is vallják, tehát el lehet takarodni 2 évre a nemzetközi kupákból. Szerintem, amit az UEFA csinál, az teljesen helyén való, amennyiben elég erős vagy jogilag ahhoz, hogy ezt meghúzd. Mert itt most a legnagyobb baj, hogy itt most megint eljárásbeli vitákról fogunk beszélgetni, hogy ki talál majd jogi kiskaput, a City rá tudja bizonyítani, hogy azok az információk, amiket megszereztek, azokat nem úgy szerezték, ahogy ezt kellett volna, nem használhatták volna fel ellenük, stb. És erről fogunk beszélgetni júniusig. Itt az alapokról is érdemes szerintem egy kicsit beszélni. Többször előfordult az, itt a Paris Saint-Germain és épp a Manchester City kapcsán, azt hiszem, hogy talán 4 éve volt az, amikor megbüntették őket ugye 50 millió fontra. 14. Tehát az most már 6, vagy 2020-hoz. Így van. Hogy mi a megfelelő büntetés ilyenkor? Mert hogy ugye ezzel, amit most itt megteszel, ezzel edző, futballista, akár sportvezető sorsokat meghatározol úgy, hogy ők azért még közvetett módon sem voltak felelősek azokért a pénzügyi manipulációkért, amiért ez a büntetés megtörtént. De akkor, amikor pénzbüntetést határoznak meg egy ilyen sportszervezetnek, azon mosolygunk, mert hát nyilván van. Tehát egyszer annak idén már nagyon jót rögtünk ezen, hogy tehát, igen, tehát meg akarsz büntetni valakit azért, mert pénzt költ, és ezért pénzköltésre kötelezett. Tehát, hogy ez... Igen. De akkor ez a megfelelő, hogy akkor kizárod őt? Vagy ha nem, akkor mi lehetne még? Mivel tudsz mással hatni rájuk? Tehát ez az egyetlen dolog, amivel meg tudsz szorongatni őket. Egészen egyértelmű ez a történet. Ha jól
tudom, de azt a javítsatok ki, nem így van, tehát hogy ilyen átigazolásból kizárás meg ilyenek, az nem jött szóba, mert az nem UEFA hatáskör, tehát vagy megbünteted, vagy kizárod, mit tudsz más csinálni. Hát igen, tehát hogyha a financial fair play szabályok ellen vétettél, akkor ezekkel az eszközökkel tudsz büntetni. Egyszer már rájuk pirítottál, egyszer már beszélgettetek, és most kiderül, hogy miközben ők azt mondták, hogy persze, mostantól az rendben lesz. Homlok egyenest az ellenkezőjét persze csinálták. Meg, és emellé még pluszban hülyének is néztek. Én és van. Még világ előtt, tehát mindenki előtt bevallva teszik ezt, mint amikor azt mondja Mubarak, hogy ő tesz magasan mindenkire, inkább kifizetnek 30 millió fontot a világ legjobb ügyvédeire, de ezt nem hagyják, hogy végig menjen. A fő bajom az, hogy én nem vagyok se Manchester City szurkoló, se Paris Saint-Germain szurkoló, és egyébként tökre örülök neki. Én nagyon nem szerettem, amikor a Róma tulajdonos váltásával kapcsolatban például mindig szóba került, na, Qatar Investment, nem tudom, csak azt ne. Itt vagyok mondjuk én, és akkor vegyük szerintem a szurkolói aspektust, mert mindenki ez áll a legközelebb, egy olyan klubnak a szurkolója, amelyiknek évente Salahokat, Alissonokat kell eladnia azért, hogy kimásszon abból a financial fair play eljárásból, amit ellene indítottak. Nem másért adta el a Róma Salahot, nem másért adta el Alissont. Azért adta el, mert rá volt kényszerítve, őt is figyelmeztették, hogy 3 évig nem költhet többet, mint amennyit beszed. És akkor mi a helyzet a Paris Saint-Germain-nál? Klubok próbálnak tisztességesen működni, és nem tudnak az ilyen klubok miatt. Ugye ott a Paris Saint-Germain egyszer már majdnem bekerült ugyanebbe a sztoriba, csak ott pontosan ilyen eljárási kiskapukat sikerült kihasználni a PSG-nek, és akkor végül is ezért úszták meg ők is nagyjából ugyanezeket a szankciókat, tehát ők is eléggé hasonló szituációban vannak, és valószínűleg valami hasonlóval fog próbálkozni, aztán majd a Manchester City is. Még egyetlen egy dolog, meg egyetlen egy aspektus, csak azért, hogy nagyjából próbáljuk felderíteni, hogy mi lehet ennek a dolognak a kifutása. Ugye abban az esetben, hogyha fellebbez a Manchester City, ami egészen biztosra vehető, akkor ez a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságon egy biztos, hogy egészen hosszan elhúzódó ügy kell, hogy legyen, mert hát nem tudom, hogy ennek a perirata az mennyi lesz, vagy hány ezer oldal, hány kihallgatást kell ez ügyben végrehajtani. Majdnem biztosra vehetjük azt, hogy ez a szezon végeztéig nem tud lezajlani ez a procedúra. Akkor pedig hatalmas káosz, mert nem tudják az angolok, hogy akkor az 5. indul-e a Bajnokok Ligájában. Most fölteszek egy olyan forgatókönyvet, ami hát, lehet, hogy viccesen hat, de mi a helyzet akkor, hogyha Manchester City megnyeri a Bajnokok Ligáját, kijátsza a Szuperkupa döntőt? Például, ha egyáltalán lejátszak, akkor ilyen körülmények között persze. Ki megy a klub, oké, okay, az FIFA rendezvény, tehát oda még nem is vonatkozik ez az eltiltás. De jó, de hát csak hogy ugye ez megvan, ez a sztori, hogy akkor elég bejutni a BL döntőbe ahhoz, hogy ha City a másik, hogy te utána a Szuperkupa döntőt játszál meg. Már amennyiben azt le akarod akkor játszani, meg ilyen dolgok. Igen, tehát hogy egy csomó olyan érdekes kérdés. Kötelezettségeid vannak, tévés szerződéseid vannak, amit ezt vállaltad, szóval igen. Tehát, hogy ez olyan káoszt idéz elő, ez az átmeneti és még teljesen bizonytalan helyzet, amit viszont a futball és az UEFA szerintem egy nagyon kicsit sem akarhat. Hát nehéz, mert ugye júniusig kéne dönteni. Most az elég közel, négy hónap szinte lehetetlen. Hogyha részleteiben fel akarják deríteni az ügyet, akkor biztos, hogy nem lehet. De hát ha meg nem, akkor meg a Manchester City röhög a markába, vagy... Lehetett olyat is olvasni, hogy azért hoztak ennyire súlyos büntetést, itt nem a 25 millió fontos pénzbüntetésre gondolok, hanem a 2 évre. Így van. Tehát hogy az 1 év, az pedig... és egy olyan forgatókönyv sem elképzelhetetlen, én azt mondom, de hát ez persze csak tipp a részemről, ami esetleg a Milánnál előfordult, hogy még akár az évet is ők választhatják ki, hogy mikor van az, amikor nem szeretnének indulni az adott kupasorozatban. Egyébként az én szememben ez a döntés, meg ez az ügymenet tette egy kicsit nevetségessé magát az UEFA-t és a Financial Fair Play-nek a végrehajthatóságát. Tehát, és ezért vannak erős kétségeim azzal. És mi a folytatás? Mert hogy itt szerintem ez olyan dolog ez a Financial Fair Play, ahol ilyet egyszer kezdhetsz el lőni, de akkor lőnöd kell. Igen, és akkor viszont onnan kezdve mindenkire, és... Igen. Hát, jó, mondjuk, tehát ilyet azért nehéz sok másért elképzelni még, hogy behazudsz egy 500 milliós szponzori szerződést, úgyhogy igazából a szomszéd tolja vissza a te pénzedet, vagy tehát ilyen... Igen, itt ugye már el akartam ugyan távolodni a témától, de azzal, amit mondtál, azzal megint egy nagyon érdekes kérdést vetünk föl, mert egy kicsit talán itt is tapasztalható, Magyarországon is tapasztalható jelenséget, hogy itt ugye az a fő problémája az embereknek, meg hogy nagyjából az alapproblémát megpróbáljuk megértetni a nézőkkel, hallgatókkal, hogy
az a cég, vagy az a szponzori pénz, ami beérkezett a Manchester Cityhez, abban jó részt olyan szponzorok szerepeltek, akik a tulajdonosnak a pénzét költötték áttételesen. Lehet, hogy ennél veszebben, meg érthetőben is el lehetett volna mondani, de talán valahol ez a lényege. Tehát az, hogy most a Manchester United honnan szedi össze a szponzorait, és mondjuk a világ különböző pontjairól érkeznek azért, mert ők a brandhez akarnak kötődni, vagy a Manchester City honnan szedi össze a szponzorait azért, mert nem feltétlenül a City brandhez akarnak kötődni, hanem ahhoz a cégcsoporthoz, amelyik egyébként az egész dolog mögött áll, az megint egy olyan morális kérdés szerintem, amit lehet feszegetni, de a jelenlegi kapitalista és üzleti világban talán felesleges. Ebből a szemben az az érdekesebb, amit Csabi mondott, és amire ugye Arsène Wenger fogalmazta meg, hogy ő használta azt hiszem először ezt a pénzügyi dopping kifejezést, hogy itt igazából ez az alapvető probléma, hogy vannak klubok, amelyek megpróbálnak tényleg abszolút a saját pénzügyi kereteiken belül mozogni, és akkor jön valaki, aki meg a jó Isten tudja honnan, milyen pénzekből tolja aztán tele játékosokkal a saját csapatát, és ezzel tényleg nem tudsz versenyezni, csak akkor meg minek? Viszont persze, tehát hogy akkor minek versenyzel bárkivel, viszont itt meg nyilván az a másik oldala ennek a kérdésnek, hogy mit tudom, van egy olyan üzletember, mint a Hertánál most Lars Windhorst, aki azt mondja, ő pedig akkor most ez a kedvenc szórakozása, és már pedig akkor fel akar erősíteni egy csapatot, hogy akkor ő meg ezt miért nem teheti meg a saját? Hát szóval nagyon... Na ez a lényeg, hogy itt ugye tulajdonosokat úgy szabályozod a piacot, hogy megakadályozod, hogy egy tulajdonos vállalja a vállalkozásával járó veszteségeket, és ezt te meddig szabályozhatod. És ugye vannak olyan kultúrák, mint Németországon, ez licenc feltétel, és vannak olyan kultúrák, mint Olaszország, Spanyolország, ahol meg most ugye a következő hulláma ennek, ez a majd egyszer megveszed, vagy megveheted, vagy visszavásárlási árat teszek bele, és akkor már máshogy számít a könyvekbe. Szóval szerintem az UEFA szép lassan rájön, hogy kinyitotta a Pandora szelencéjét ezzel a dologgal, mert egy szabályozhatatlan piacot próbál szabályozni. Tehát a foci az annyira nem normális üzlet, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz lesz a következő szintre emelni. Neki mentek, én nagyon kíváncsian várom, hogy láttam a Manchester City összes jogászát, akiket felvonultak. Erős csapat? Hajrá, fiú! Olvastam egy ilyen tweetet, hogy többen vannak, mint a szurkolók. No, innen nehéz egy kicsit más irányba elindulni, úgyhogy még egy nagyon kicsit maradjunk Angliában, és az ottani bajnoki eseményeket elemzendő. Én azt gondolom, hogy itt a mostani csonkakörnek a legnagyobb rangadójáról érdemes pár szót beszélni, tehát tegnapi Chelsea Manchester Unitedről, ami hát elsősorban azt hiszem, hogy megint csak a játékvezetői döntések és a videóbíró működése, nem működése miatt marad emlékezetes. Maguire-t ki kellett volna állítani, abban egyetértünk? Igen. Igen. Akkor hogyan fordulhat elő az, hogy videóbíróval sem állítják ki, és ő szerzi a győzelmet bebiztosító gólt? Ugyanúgy, ahogy elveszik a Chelsea első gólját. Tehát szerintem nekem az a helyzet, az nagyon jól, még talán jobban, mint Maguire-é megmutatja, hogy miért nem jó ez a rendszer, vagy nem jó használják ezt a rendszert. Tehát pont az a szituáció, amit szerintem annak, aki futballt néz, látnia kell, hogy ott Azpilicuetát meglöki Fred, és ezért történik a második lökés. Ha ezt te nem veszed észre, és aztán büszkén kiírod, hogy szabálytalanság miatt te érvénytelenítetted a gólt, ha egy ilyen Maguire esetet nem veszed észre, akkor mi a francnak használod ezt erre? Tehát nyilván itt az emberi faktor az, ami továbbra is dolgozik, és ezért is látjuk az, hogy tényleg országonként még a videóbíró használata is mennyire másként működik, és mennyire másként van valóban hatással azokra az eseményekre, meg döntésekre, amik a pályán megszülettek, és azt meg eddig is tudtuk, hogy az angol bírók hülyék, tehát most akkor innen kezdve. Lehet, hogy te mondtad azt, hogy jó, Olaszország az egy szint, de hogy azért Anglia ahhoz képest is, és igaz. Igaz. Igen. Egyébként innen viszont nagyon könnyű tovább lépni, mert hogy pont most olvastam egy hosszabb interjút Gianpiero Gasperinivel, az Atalanta mesterével, aki nem egy nagy videóbíró rajongó, ezt többször kifejtette már, és megkérdezték őt arról, nem tudom, hogy ez így mennyire van meg a ti fejetekben, hogy van egy olyan előkészítés alatt álló döntés, amit mi csak bedobnak az IFAB-nak, aztán majd megfuttatják és meglátják, hogy mi lesz, hogy ugye challenge-et kérhetnek a foci edzők is. És hát erre Gasperini azt mondta, hogy ez a teljes nonsens, tehát hogy ő 70 méterről, a pálya mellől hogyan dobjon be challenge-et, vagy nem tudom még, hogy mi lesz ennek a módja, hogy be kell lépni fél lábbal a pályára, vagy nem tudom. Tarkó, hát az asszisztens.
amit egyébként a videószobában kikockáznak, és a játékvezető lát 3 méterről. Tehát, hogy ez... Nem ez a durva, amit Gasperini mond, hanem hogy jó eséllyel igaza lenne. Jó, de, tehát, hogy, de ez most tényleg ez valakiben komolyan felvetődik, hogy ez egy jó dolog lenne, vagy egy jó, nem, döntés, tehát, vagy jó irány? Ne, hogy mondjam, tehát eleve ott kezdődik a probléma, hogy miért kell a videó, tehát ül bent a videóasszisztens szobában egy szakképzett, licenszel rendelkező profi futballbíró. Neki, amikor ő azt gondolja, hogy a játékvezető lenne a pályán rossz ítéletet hozott, ki kell hívni azt a bírót a pálya szélére, megmutatja neki a videót, és akkor ő eldöntheti, hogy mi lesz. Tehát itt azt eleve elront egy csomó. Nem, azt... felvételből kiderül, hogy nem a bíró dönt, nem a pályán lévő bíró dönt. Egyrészt, másrészt... Olaszországban biztos. Nem, itt szerintem ebben nem értek egyet. Szerintem ez egész egyszerűen, hogy kijön és megnézi. Ez nem amiatt kell, hogy... Hanem az ő lelki békéje meglegyen? Nem, hanem hogy ne csináljuk teljesen hülyét a vezetőbírókból. Nem, ezt el kell, hogy mondjam, tehát, vagy én azt gondolom, hogy az ő döntésének tűnjön. Hogy, de ezt kéne megbeszélni, hogy van ott két olyan bíró, aki egyébként ugyanolyan rangú meccseket szokott általában vezetni. Ha most azon mondod, hogy a hétvégén melyik volt az a meccs, a Hoffenheim, talán a Sören Storks volt a játékvezető, és Denis Aitekin volt a videóbíró. Tehát még komolyabb meccseket is vezetett, értett pályafutása során. Miért ne bírálhatná felül? Most azért, mert itt most eljátszuk, hogy izé most hát kollegialitás, meg mindig az, nem, meg mindig az a hivatalosan kimondott ukáz, hogy a pályán lévő játékvezető jó, hozza a döntést, és ehhez el kell játszani ezt a színjátékot. Ezek én ezt elejegyni játszani ezt. Rosszul játsszák el. Hát Olaszországban, tudod, hogy történik ez? Fogja magát, szólnak a fülő. Ne reklamálj. Szólnak a fülő. Oké, kimegyek, megnézem, megnézi, visszajön a pályára. Szólnak a fülére, és aztán azt mondja, hogy 11. De ez egy egészen vicces, hogy megpróbálják eljátszani ezt a színjátékot, de napnál világosabb, hogy az a fickó dönt, aki benn ül, és időnként még a vezetőbíró fején látod is, hogy ezt a hülyeséget. Na de ha már Atalanta, ugye az első bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszban játszott meccsére készül, miután az első bajnokok ligája mérkőzését lejátszott a szeptemberben, még 2019-ben, hétvégén viszont volt egy nagyon-nagyon fontos mérkőzése az Atalantának, amit megnyert, és ezzel elképzelhető, hogy nagyjából pontot is tett azoknak a várakozásoknak, vagy azoknak, vagy annak a versenynek a végére, ami lehet, hogy nem is volt soha. Hát, egyre aljasabb, nem? Nem tudom, miről beszélsz. Azért az Atalantának a sorsolása nehezebb a hátralévő időszakban. Ez ugye, csak hogy tudják a kedves hallgatók, akik nem néznek szériát, 6 pont a különbség, jobb az Atalantának az egymás elleni mérlege, ami úgy igazából 7. És nem, vagy nem tudom, hát lehet, hogy majd, hogyha elmegy a döntőig az Atalanta a BL-ben, akkor ez rá nyomja a bélyegét itt a tavaszi szereplésre. De nehéz elképzelni erről az Atalantáról, hogy a nagyon-nagyon mély kútba vagy gödörbe kerüljön. Egyébként szerintem is, meg nem is szolgál rá ez az idei Róma arra, hogy a Bajnokok Ligájában játszol jövőre. Nem láttam a meccset, mert ebben a stúdióban ültem. Az összefoglalóját láttam csak, de... Az a vicces, hogy annak ellenére, hogy nem láttam, pontosan el tudom képzelni 3 darab meccs után olvasott krónika alapján, hogy hogyan zajlott ez a meccs. Ugyanúgy játszott a Róma, mint 2020-ban mindig. Időszakban, igen, januártól az összes mérkőzésén ez a csikorog, nyikorog, zéró elképzelés, csapágyasra hajtott középpálya az őszi rengeteg sérülés miatt. Pánikban lévő játékosok, ilyen gazdátlan állapotban lévő Róma, a tulajdonosváltás közepette, és az Atalanta szerintem egy közepes teljesítménnyel nyerte meg ezt a mérkőzést. Hát nem kimagaslóval az egyértelmű, és hogyha nincsen Palomino hibája, aki ugye a végén aztán, vagy hát az egyenlítésnél ugye a gólt szerezte, akkor még ebben sem reménykedhetett a Róma, de maradjunk a Rómánál. Gondolkoztam, hogy milyen kérdést lehet föltenni a Rómával kapcsolatban elsőként, ha itt a szakmai oldalra gondolunk, és Fonseca munkájára, aki egyébként nem indult rosszul a szezon elején, de hogy létezik az, hogy ennyi jó képességű játékosból, aztán lehet, hogy már itt majd kijavítasz, ennyire kevésből tudja kihozni azt, ami benne van. Mert én azt mondanám, hogy Pellegrini kivételével, és akkor itt most gondolkozom nagyon erősen, nem nagyon tudnék olyat mondani, aki folyamatosan magas szinten képes teljesíteni. Én a középpályát felmentem. És a támadósort is felmentem. Cristantét is? Cristantét azért mentem fel őket, mert emlékszem egy olyan nagyjából 3 hónapos időszakra ősszel, amikor nem Fonseca rakta össze a középpályát, hanem a sérülések. Tehát tényleg mindig 3 embere volt egészségesen, és azok játszottak.
És én már akkor is így novemberben mondtam, hogy na ebből baj lehet tavaszra. És ugye a Rómának ez a január-február, ez ilyen legendásan mindig rossz. Ekkor szoktak elmenni a nagy álmok, amiket úgy még nagyjából életben tartunk az ősz folyamán. De ott szerintem a középpályán tényleg csapágyasra hajtott játékosok vannak. Elől az, hogy Dzeko-nak nincs egy alternatívája, az már nálam sokkal inkább klubvezetés probléma. Még akkor is, hogyha megtartották nyáron az, hogy Kalinic helyett nem tudnak valakit hozni, aki legalább valami értelmeset tudna kezdeni, az nálam probléma. De abban egyetértek, hogyha jól éreztem, hogy egy picit Fonsecát kritizálod. Igen, igazából csak ez azért nem biztos, hogy Fonsecát kritizálom, tehát hogy elképzelhető, hogy a klubnál kialakult bizonytalanság az, ami így hat ezekre biztos a játékosokra. Tehát, hogy inkább arra próbáltam utalni, hogy ennél, ebben a keretben szerintem sokkal több, meg sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítmény rejlik, mint ami előjött itt az elmúlt hónapokban, hetekben. Igen, és aztán meg is mutatták ősszer egyébként, iszonyú sok a sérült. Tehát, hogy az tényleg, míg január végén olvastam egy táblázatot, hogy a Rómának azt hiszem, hogy akkor ilyen 111 kihagyott meccse volt sérülések miatt. A Lációnak volt 37, a Napolinak volt még viszonylag magas, ilyen 70 fölötti, de hogy a Róma messze magasan vezette azt a táblázatot, és ezek a sérülések, ezeknek nagy része a középpályán érkezett. És most, ha megnézed, ott fogy el a csapat, ott nincs játék. Egyszerűen nincsen semmilyen friss gondolat előrefelé ebben a Rómában. A tulajdonosváltás szerintem sem segít, de ebben Palottának meg igaza van, aki azt mondja, hogy jó, és ha tulajdonosváltás lesz, akkor mi van? Focizzanak. Hát egy játékos életét a tulajdonosváltás most miben befolyásolja, úgy közvetlenül napról napra? Semmiben alapvetően. Tehát szerintem az szerintem nem kifogás. Itt ami egy érdekesebb talán az, ami ugye itt a Moncsi le, illetve visszaváltásával történt a klub körül. Ez nem tudom, hogy mennyire kötötte meg egyáltalán az átigazolásoknál Rómának a kezét a nyári időszakban, de ettől függetlenül meg tényleg nem nézett ki rosszul ez a keret, amit meg itt mondtál a sérülésekkel kapcsolatban, ez majd akkor lesz különösen érdekes, hogy rátérünk a Lációra is, mert azért az, hogy ők meg így szágulnak, azért abban ez biztos, hogy például nagyon komoly szerepet tölt be, és hogyha itt meg akarjuk fogni valahol ennek a fontosságát, akkor ez mutatja, hogy például szerintem a Láció kerete az annyira nem jó, hogy így álljanak a bajnokságban. Hát, vagy legalábbis nem annyira bő, de még annyiban azért maradnék a Rómánál, hogy ugye arról mindenképpen beszélni kell a klub kapcsán, meg az átigazolási politika kapcsán, ami zajlik. Én ezt arculatvesztésként fogalmaztam meg feléd, még amikor erről beszéltünk. Ugye nyilván az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Tottinak akár a háttérből, akár ezekkel a nyilatkozatokkal milyen felelőssége, milyen szerepe van ebben az egészben, milyen szerepe volt Moncsi mellett igazgatóként, senki nem tudja milyen igazgatóként, de ezen kívül nem volt más posztja. Igen, tehát igazgatóként, hogy De Rossinak lehet-e helye visszatérve, ő miért ment el Buenos Airesbe, Florenzi miért került Valenciába és lett Bárány Himres azonnal. Spalletti miért érkezett? Hogy aztán egy szezon után, miután elvégezte a dolgát, távozzon. Igen, tehát hogy ez nagyon sok olyan kérdést vett föl, amire én nem találom feltétlenül a választ, meg szerintem nagyon sokan nem. Sokszor próbálom beleképzelni magamat Pallotta helyébe ebből a szempontból egyébként, és én szerintem ő, amikor idejött, ő azt gondolta, hogy itt építünk amerikai mintára egy klubot. Óriási lehetőség Európa egyik legnagyobb fővárosában egy saját stadionnal rendelkezni, azt majd jól megépítjük, rendbe rakjuk pénzügyileg ezt a klubot, és aztán eladjuk. És aztán ebbe szerintem ő belefáradt. Tehát az, hogy szerintem most kéne... Pedig olasz származású, tehát hogy azért... Tehát, hogy jó, szerintem azzal kalkulált talán, hogy kétszer annyiba fog kerülni a stadion, mint amennyibe a megépítése kerül. Talán még azzal is, hogy ez így megcsúszik, de azt szerintem egy kicsit alálőtte, hogy Rómában hiába te vagy a tulajdonos, nem biztos, hogy te fogod meghatározni, hogy mi történik a csapat körül, akkor se, ha te azt hiszed. Ezeket a kis királyokat ő elkezdte eltakarítani, takarítatni, akik az ő szemében kis királyok, egy szurkoló, normális szurkoló szemében legendák. Nem biztos, hogy ő törődött azzal, hogy ezek a játékosok akkor is itt maradtak, amikor óriási bajban volt a klub, és simán távozhattak volna. És szerintem Totti elküldése se volt szép, De Rossi távozása se volt szép, de ez a Florenzi féle dolog, ez egészen furcsa. Nem mondom, hogy ez a legrondább, de
Florenzinek tényleg nincs posztja. Florenzi tényleg meg lehetne vele tölteni egy műsort, hogy milyen szerencsétlen az ő pályafutása ebből a szempontból, de hogy tényleg most aztán mit zavart? Amikor nincs jobb hátvéded, nincs bal hátvéded, nincs jobb szélsőd, akárhol használhatnád, mit zavar? Miért küldöd el kölcsönbe a Valenciába? Az elküldöm, furcsa. Az szerintem önmagában nem állja meg a helyét, mert Florenzi akart menni, ugye válogatott szeretne lenni, játszani akart, és valószínűleg, ezt csak most így hozzáteszem, hogyha láttad a derbin, a Láció elleni mérkőzésen, hogy milyen arckifejezéssel ült a padon, valószínűleg ott foganhatott meg benne a végső gondolat, hát, hogy na, innen nem elmegyek hát a francba. Igen, mert hát, ha téged behívnak, ha te a Spieler TV műsorvezetője vagy, és azt mondják neked, hogy Tibi, akkor havonta egyszer kellene műsort vezetned, ajánlunk neked, nem tudom, egy bármilyen alsó házi kiesési rangadón leülhetsz műsort vezetni, akkor lehet, hogy idő után azt mondod, hogy menni akarok. Persze, csak azt mondom, hogy igazából itt Florenziben született meg az elhatározás, tehát azt nem lehet mondani, hogy őt lehetetlenné tették számára. Így van, lehetetlenné. De az még rosszabb szerintem, mint hogyha leülsz és azt mondod, hogy figyelj, nem egyenes. Nem férsz most bele. Pedig egyébként sokat beszéltünk Florenziről, hogy elképzelhető, hogy a játék tudása alapján nem férne be egy ennél jobb Rómába, ebben a Rómában én is azt gondolom, hogy valahogy bele kellene túszkolni, de az, amit ő képvisel, meg az a karakter, amit velő rendelkezik, az bizony ott kéne, hogy legyen ebben a csapatban. Most nem tudom, mi lesz, mikor Dan Friedkin megérkezik. Valamivel több pénze van, mint Pallottának, de biztos, hogy ő is üzleti alapon akarja működtetni ezt a Rómát. Én már azért várom, mert az biztos az egyértelmű minden döntésből, hogy a régi vezetőség már csak a kiszállást várja, és semmi mást. Olaszországban nem lehet egyébként tisztán üzleti alapon működtetni egyetlen sportvállalkozás sem, hozzáteszem, talán egyetlen vállalkozás sem, de miután az egyéb gazdasági kérdésekben nem vagyok kellően autentikus, ezért ezt csak úgy a margóra írtam oda. Beszéljünk akkor a Lációról, amelyik ugye az első számú üldözőjévé lépett elő most már a Juventusnak, olyan szezont futva, hát a tabella alapján. Az oké, okay, igen, tehát jó. Olyan szezont futva, ami szerintem sehol nem volt megírva, sehol nem volt benne, sehol nem volt megírva az, hogy Milinkovic-Savic két év után még jobban játszik, mint amikor mindenki azt gondolta, hogy ő a... Nem. Hát a még jobbant, azt nem írom alá. Fú, szerintem de. Nem írja alá. Hát abban játszik, vagy abban több Milinkovic-Savic, mint a két évvel ezelőtti Milinkovic-Savic, hogy most rangadókon tud olyan vezére lenni a csapatnak, olyan pillanatokban, amikben nem feltétlenül volt két éve. Akkor csak jól játszott. Most az, hogy esernyőzget a 72. percben, az, hogy ő szerzi rendszeresen a fontos gólokat, azzal szerintem ő most több. Tehát az, hogy ugye a Juventus elleni mérkőzésen gólt szerzett, a Juventus elleni szuperkupa döntőn az első gólt előkészítette, most az Inter ellen ő szerezte a győztes gólt, az nem véletlen. Tehát nem az van, hogy na, véletlenül kijött a lépés, hanem ő most szerintem a legjobb időszakát futja, az megint más kérdés, hogy máshol, más környezetben, más játékosok között képes lenne erre, de most nagyon a helyén van, mint ahogy a Lációban nagyjából mindenki, tehát Caicedo, meg Luis Alberto. Hosszasan értekeztem készülve erre a beszélgetés egy Láció szurkoló barátommal, nincsenek sokan. És ő mondta, hogy tudod, mi a félelmetes ebben az egészben, Csabi? Az, hogy amikor arról kezdünk el beszélgetni a fiammal, mert félre neveli a gyereket is, hogy mi lesz jövőre ezzel a Lációval, akkor azt mondja a fiam, hogy apa, nézd meg az albán U19-es válogatottat, azt onnan jön valaki, abban legyen. Tehát, hogy tényleg, hogy mi kájszik, igaza van. Hogy milyen nevek. Igen. Hogy milyen... Hát meg, tehát olyanok, akik egyébként most Luis Albertónak, úgyhogy egyébként volt egy jó szezonja, majd kifutott, majd nem, és lesz egy még jobb. Az, hogy Lazzari valószínűsíthető volt, hogy jó játékos lesz, de nem ennyire. Tehát, hogy ez egyébként nálam még mindig Simone Inzaghi dicsérete. Szóval ezt akartam mondani egyébként. Olyan szempontból van Leszter utóérzésem ezzel az egész történettel kapcsolatban, egyrészt van egy nagyon jó olasz edzőjük, másrészt, amit az előbb... Kicsit ugye... fiatalabb, mint Ranieri. Igen. De amit az előbb ugye említettél itt a sérülésekkel kapcsolatban, hogy azért ilyen szempontból meg nagyon nagy szerencséje van a Lációnak, mert hogyha
csak fele olyan szituban lennének, mint a Róma, akkor lehet, hogy már rég nem beszélnénk itt arról, hogy kitüldöznek meg, hogyan, meg merre. Ahogy Rányéri azt a szezont annak idején szerintem olyan nagyjából 14 játékossal tudta le. Javíts ki, hogyha tévedek, de olyan nagyon sokkal többet szerintem Inzaghi sem használ nagy rendszerességgel ebben a csapatban. Igen, egy-két kulcs. Tehát most ugye az, hogy Johnnyval kezdett a szélen, aki már megint... Tehát, hogy aki Kály... ugyat bevint a teniszben a szervagép. Igen. Na, mindegy. Tehát, hogy, de hogy ezt elbírja a Láció, és akkor itt megint ugyanoda lyukadunk ki, hogy kicsit több játékot, tehát hogy a kérdésedre válaszol, hogy kicsit több játékost használ Inzaghi, de őket is nagyon okosan. Ha végignézünk a védelem összetételén, akkor megint csak egy kicsit úgy mosolyra görbül a szánk, miközben ez a Láció a legjobban védekező csapat jelen pillanatban a számok alapján Olaszországban. És hát ugye, ha máshol nem is, Olaszországban még mindig az az alapvetés, hogy a legjobb védelmek nyerik a bajnokságot. Jobban is néz ki a csapat védekezés szintjén is a Láció, mint a Juventus. Ami hát soha életemben nem gondoltam, hogy ezt kiejtem, ezt a mondatot a számon. És amit egyébként szerintem ezzel a Lációval kapcsolatban meg kell fejteni, és itt is kíváncsi vagyok, hogy a Simone Inzaghinak tudjuk-e be, hogy én, hogyha megnézem itt az európai élcsapatokat, amelyek mondjuk itt a bajnokságok élén állnak, akkor talán a Liverpool kivételével egyetlen egy olyan csapatot sem látok, amelyik ilyen brutálisan erős lenne az utolsó 20 percben, mint Simone Inzaghi csapata. Tehát, hogy vannak nyilván a Lációnál jobban futballozó csapatok, de hogy ennek mentális, taktikai vagy fizikai okai vannak, hogy a Láció ilyen szinten tud dominálni rendszeresen a mérkőzések hajrájában, az egy érdekes hogy kérdés. Hogy ez így együtt, nem? Én annyira utálom, amikor használjuk ezt a... Nem, ezt a mentális szót, de hogy tegnap néztem a... Tegnap előtt. Az Inter elleni meccs. Az Inter elleni meccs lefújása után Inzaghit, és minden fontos rangadó után Inzaghit, hogy minden játékosához, minden stábtaghoz, és szerintem ez az időszak, amit érdemes nézni, a közvetlenül lefújás utáni pillanatokat, úgy megy oda, mint egy haverhoz. És hogy annyira tudja motiválni ezeket a játékosokat, és az ő játékos pályafutása annyira leképezi azt, ami most a Lációval egyébként történik, hogy nagy volt a seggem, nem én voltam a legügyesebb, de akkor is lejátszott, lehúztam 5 szezont a Lációba, és senki nem vette észre, hogy egyszer rúgtam 7 gólnál többet. Tehát, hogy Simone Inzaghi szerintem zseniális, és nem beszélünk Taréról, meg nem beszélünk Lotitóról, nem beszélgetünk Immobilén, meg Milinkovic-Savicson senkiről, csak Inzaghiról, mert ez szerintem teljesen az övé. És ha azt mondaná neki holnap Lotito, hogy figyelj, most ide tudom hozni De Bruyne-t a Manchester Cityből, mert el akarja. Azt mondja, figyelj, ne! Tehát, hogy neki pont ez való. Olyan szinten tud motiválni, közepesen nem, tehetséges. Ott nem Lotito, hanem Igli Tare megy oda, és ide tudom hozni az Albán U19-es állagot a jobb szélsőjét. Van mi a gyerekben? Van, akkor hozza! De, hogy neki annyira megy, és nem tudom, hogy Inzaghi működne egy olyan csapatnál, ahol már akár két sztárral megy. Ez pont ezt akartam mondani. De ez mert, nagyon neki való. Mert közben meg, hogyha a Torinóban azon gondolkodnak, hogy jó, bírjuk itt ezt az öreg pöfékelő embert a kispadon, de most már azért nem kéne sokáig, akkor ki jut eszükbe elsőre? Allegri. Oké, de hogyha nem is kell, hogy eszükbe a romantika. Oké, hát de... nem, most ugye a legfrissebb hírek szerint Guardiola, az, aki nagyon-nagyon elkezdett az eszébe jutni Juventus vezetőinek. A maguktól vajon? Hát ő a legyedosztályban. Ő nem azt mondta, hogy a legyedosztályban is marad? Igen, ilyet is lehetett olvasni. Azért az nagy bravúr kell az UEFA, hogy meggyőzzék a Premier League-et. Igen. De mindegy, és csak ugye ezek mai vagy ma azért ilyen gyökeret eresztett hírek a nemzetközi sajtóban. Azok után, hogy állítólag volt valami fajta puhatolózás már a nyáron Guardiolánál, hogy mi lenne, ha esetleg a Juventus-t így hajlom beírná. Ronaldóval együtt. Igen, beírná így a kis naptárába, hogy... Téphetnének egy sorszámot az audienciára. Szerintem állam legyen a Juventus edzője. Na, ezt majd meglátjuk. Viszont beszéljünk kicsit Németországról, és akkor itt fölteszem azt a kérdést, amit akartam, hogy tudjátok-e azt, hogy Krzysztof Piątek hány edzővel dolgozott az elmúlt 8 hónapban? Hű, várjál, a Herternál még csak... Hát mi most akkor Nuri már kell. Persze, ott az kettő. Az edzőbuktató lengyel. Így van. Gattuzóval, Gianpaolóval, Piolival, nem, három. Három, oké, az már öt akkor. Előtte Genoánál kettő? Három!
Pedig fél évet volt ott. Az mennyire meleg. 8-an. Ez is saját gyűjtés? Nem, ezt hallgattam a Totalit. Nem, ezt pont egy gyűjtött. Igen, és ott is, hogy ez a coach killer kifejezés. Ez falon a fotó. De ez egyébként majdnem egyedülálló bravúr, nem? Tehát, hát ez óriási. Na de akkor itt ugye a Hertával kapcsolatban hoztam ezt föl, hogy azért pár mondatot szerintem ez a sztori is megér. Egyrészt, tehát ugye Klinsmann oldaláról is érdemes közelíteni, de mégis megteszem azt, hogy Petri Zsolt oldaláról közelítek onnan, hogy mekkora úriember volt, amikor ez az egész történet lezajlott, és simán visszalőhetett, visszaszúrhatott volna, vagy elhelyezhetett volna valami olyat a nyilatkozataiban, akár Németországban, mert ugye ott is kíváncsiak voltak a véleményére, meg itt Magyarországon is, amivel úgy finoman jelzi, hogy azért menjen a francba, ez a korábbi válogatott kiválóság, de nem tette, és ez nagyon-nagyon elegáns volt nekem. Én csak azt tudom, hogy amikor először megláttam ezt a hírt, ugye a Kicker alkalmazás dobta fel a telefon, hogy elolvastam, néztem egy nagyot, és aztán szerintem, hogyha akkor lefotóztak volna, hogy tökéletesen meg lehetett volna rajzolni ezt a Ferdin könnyezve röhögő smiley-t. Komolyan mondom, tehát, hogy valaki, tehát van egy ember, akit játékosként tényleg Jürgen Klinsmann nekem a legmagasabb polcon van, és a ilyen legendás státuszban, nyilván azért, mert akkor voltam gyerek, meg nem szerettem sohasem a népeteket. Nem azért. Valami más problémám van. De, hihetek, minden anti végül is, érted, a Bayernben játszott, a Tottenhamben játszott, érted, német válogatott volt, érted, tehát nekem a tökéletes anti, de mégis ott van, mert... Én voltam. Mert hogy érted, tehát, hogy... Nem. De lényeg, hogy érted, hogy valaki azért játékosként tényleg eljutott egy nagyon komoly szintre. Szerintem sok mindent mondhatunk róla, de hogyha valaki legendás státuszba sorolható, akkor az Jürgen Klinsmann. Persze, nem, hát a, nem edzőként, bizottam. Hogy valaki ekkora bohóc legyen, de tényleg, tehát, hogy nem tudom, és hogy magától húzza a fejére a sípkát, érted? És hogy van olyan hülye, hogy tehát ezzel a húzással még az egyébként is zsíros berlini lehetőséget, azt így gurítja el magától, mert nyilván Windhorst is beintett, hogy ezek után... Ott akkor... egyébként szerinted már Windhorst intett be, amikor az edzői teendőkről lemondott, és akkor utána persze. Nem sokkal kiderült, hogy akkor az igazgatóságban sem marad? Persze, abszolút. Mert főleg, hogy tehát Klinsmann itt igazából ugye kicsit már Michael Préznek is szerette volna a pozícióját betölteni, meg abszolút, tehát ilyen hát menedzser ott akar gyakorlatilag van, lenni. Az elkezdte zavarni őt, ami egyébként évtizedes Bundesliga rutin, hát, hogy ott ül az trend, ember a padon. Érted, trend. Hogy... Tehát, hogy egyértelmű, hogy oké, Németországban egyébként is ez volt a bevett struktúra, de hogy már, érted, már Angliában is, ahol ennek a legkevésbé sem volt hagyománya, már ebbe az irányba megy mindenki, és az egész világon. Tehát az, hogy te edzőként kis király legyél, érted, az egész klub felett, az egyszerűen már nincsen. Hát itt ugye a hírek szerint az zavarta, már amit én olvastam, hogy ott ült a padon. Kevés volt a hely. Skandal. Kevés volt a hely számára. Na de itt a Bundesligáról könnyebben át fogunk tudni térni majd a Bajnokok Ligájára, és érdemes is ebből a megközelítésből nézni a történeteket. Azért minden élklub nyerni tudott a hétvégén. Mondhatjuk, hogy a Schalke kivételével, amelyik esetleg még potens lehet itt az első négy bepályázó csapatok közül. De hát a Lipcsének ez például borzasztóan kellett ez a győzelem azelőtt, hogy a klub egyik vagy talán legfontosabb mérkőzése következik a Tottenham ellen. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert a Lipcsinél azért annyira, hogy mondjam, okosan kezelték eddig is a helyzetüket, hogy tehát még hivatalosan a bajnoki címről senki sem beszélt. Nagelsmann is úgy beszél, hogy ilyen, tudod, hogy a sorok között azért kiolvasod meg. Tehát az egyértelmű, hogy ő azért azt tűzte ki maga elé célnak már az idén, holott van, hogy azt szó szerint ki is mondja, hogy hát 4 éven belül tarara, mit tudom én. A Bajnokok Ligája meg aztán végképp szerintem ilyen szempontból tabu téma közben meg. Nyilvánvalóan ezt a vasat lehet most éppenséggel ütni, menni kell, csak ahogyan elkezdte a tavaszt most a Lipcse, az azért szerintem sok szempontból ad okot aggodalomra, ahogyan egy picit ugye belenyúltak a csapat keretébe, és ahogyan aztán nem is jöttek itt az eredmények az első néhány fordulóban, ügyesen kiestek a kupából is, úgyhogy szerintem óvatosan kell nagyon nekiállni ennek a történetnek. Ez nyilván egy ilyen hétvégi eredményre tényleg nagyon komoly szükségük volt, azok után, ahogyan eddig elindult ez az év nekik. Szerintem azért inkább a bajnokság még mindig. Tehát az szólna náluk igazán nagyot. Reálisan nézve nincsen esélye nyilván a Lipcsének arra azért most még, hogy megnyeri a Bajnokok Ligáját. Okosan kell kezelni De nem esélytelen a Spurs ellen. Abszolút nem. Egy jó ellenfél, mert igazából megégni ellenük nem nagyon lehet szerintem. Tehát hogy olyan eredményt nagyon nehezen képzelek el, ami mondjuk a bajnokságra hatna. Mourinho megég, hogyha kikap, vagy kiesik a Lipcse ellen, hogyha megfordítjuk ezt a kérdést? Az már egy érdekes sztori. Igen. Tehát hogy az egy nehezen kommunikálható. Hát a kisgyerek kifújja az orrát.
Igen, nézzük a Dortmundot, amely ugye szintén egy nagyon fontos és nagyon érdekes meccsre készül. Ugye Thomas Tuchel Paris Saint-Germain ellen. Pont a Zeheti Bajnokok Ligája magazinban volt egy nagyon jó anyag Tuchellel, akinek mutogattak képeket, és hogy mi jut eszébe róla. Ugye a Dortmundi Bajnokok Ligája debütálásáról volt egy például, és mondta, hogy na, tudja, hogy Bajnokok Ligája meccs, mert itt nem melegítőben vagyok. De hát ugye játszott egy nagyon érdekes meccset hétvégén a Paris Saint-Germain is. Még, ez elég erős eufémizmus. Ellen 3-0-ra vezetett az Amiens az első félidő után. Jó, mondjuk egy felforgatott PSG volt, ezt tegyük hozzá. A Dortmund viszont a Frankfurt ellen gálázott. Emre Can volt a kulcsember a középpályán, mert magát a meccset nem láttam. Lassan nem nagyon más, van más, aki maradna. Tehát ugye jó, Brajsz ugye nem is ott játszott mostanában, amikor játszott, hanem inkább centerként, de ugye azzal is, hogy Brandt is kikerült, ugye egyébként is volt problémája a középpálya összeállításával Favre-nak, kicsit valószínűleg emiatt is ment el ebbe a 3-4-3-as rendszerbe, ami egészen jól működött, aztán voltak itt most náluk is tavasszal döccenők is ezzel kapcsolatban. Gian nagyon fontos, most tényleg főleg azzal egyébként, hogy Brandt nincsen. Tehát, hogy... Milyen jó, hogy nem nevezte a Juventus a... Mondjuk éppen most már az új szabályok szerint egyet lehetne. Ugye van Haaland, akkor Haaland es neki a... Így van. A sztoriból ezzel kapcsolatban. Nem mindegy azért. Tehát... Igen. Mert így mind a kettőket be tudták nevezni, ugye ez a történet lényege, mert egyet enged meg az UEFA, azt hiszem, azok közül, akik más csapatban játszottak, ugye korábban még ez sem volt, ez az opció sem, de hát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például Haaland ezen a mérkőzésen, meg ebben a párharcban egyáltalán kezdeni fog, ott lesz? Szerintem muszáj lesz neki, mert ugye rajz sincsen, nem hinném, hogy Götzét most tenni akkor be centernek ezen a meccsen Favre egy ilyen PSG ellen. Ebből simán lehet egy... Ez a párhoz, mindenképp nézni fogok. Tehát, hogy ez az, amiből most azt gondolom, a Paris Saint-Germain amúgy is tud jó pár harcokat vívni a bajnokságban. Hagyományosan. De hogy ez az, ami ilyen őrült. A Dortmund is. Hát megmondani nem igen. Tudom, hogy mi lesz, és nagyon érdekel, tehát nyilván 2-0-0, és... most Neymar is játszik, ha jól láttam, úgyhogy... Hát igen, meg ugye Mbappé is valószínűleg, aki szintén pihent a hétvégén Neymarhoz hasonlóan. Tehát azt tényleg nehezen tudom elképzelni, hogy itt kevés gólos meccsek legyenek ebből. Már csak azért is, hogyan a Dortmund védekezik egyébként az idén, úgyhogy... Érdemes ezt megnézni ma este. Vár Matusz Krisztián közvetíti majd a Spiller 2-t. Ezt a mondatot csengő hangnak. Nem, én majd az Atalantát fogom csinálni másnap. Atletico Liverpool még a mai kínálatban, ami ugye azért érdekes, majd mindjárt itt el is mondom a megfejtést. Valóban Klopp 11-ből 11 egyenes kieséses párharcot, ami két meccses volt, meg tudott nyerni a Liverpool-lal. Egyébként egy Southampton elleni Liga Kupa elődöntőt elbukott, úgyhogy az beleront itt ebbe a mérlegbe. Azért számoltunk csak európai kupa mérkőzéseket, és Simeonénál 4 ez a szám, tehát pont körbelőttétek. Mondjuk 4 olyan mérkőzés, ami szerintem a maga módján mind emlékezetes volt, és itt nem a Rubin Kazan elleni Európa Liga kiesésre gondolok, ami még azt hiszem 2015-ben, vagy nem tudom mikor jött össze, hanem utána ugye mindegyikre szerintem nagyjából emlékeztek. Volt egy Real Madrid, volt egy Bayern, és tavaly volt a Juventus, ami így alakult. Itt a kérdés az, hogy az az Atletico, amelyik néha mutat olyan jeleket, ami alapján esetleg bizakodhatnak Madridban, egy Liverpool ellen képes lesz-e olyanokat mutatni? Nem nagyon merném az Atletico szurkolóit, vagy én nem nagyon mernék ilyesmi reménykedni jelen pillanatban, bár persze mikor, hogyha nem most, de... Hát, a pool annyi X-es meccset nyert meg, hogy mi van, ha ez pont a BL-ben fordul meg? Simeone erre képes, szerintem. De hát azért ott az Atletico-nál nyári fennforgás után azért nyilván nem tud ahhoz a biztos alaphoz nyúlni Simeone, mint amihez nyúlt mondjuk pár évvel ezelőtt. Hát azért senki nem meri szerintem azt mondani, hogy nem a Liverpool a két gólos esélyes ennek a párharc. Nem, ott az elejével van igazából a probléma az Atletico-nak, mert ha megnézed, a bajnokságban még mindig csak a Realnak van kevesebb kapott gólja, mint nekik. Egyszerűen ott se Morata, most ez is érdekes volt, hogy végül is nem is sikerült értelmes nevet szerződtetniük előre. Ugye Alcacer is felmerült, ott Cavani is felmerült, de jó, de őt meg nem centernek fogod használni. Tehát, úgyhogy... Csak előre. Oké, jó, ez rendben. De hogy itt ez a legnagyobb probléma jelen pillanatban az Atletico-nál.
Itt az a legnagyobb kérdés, állítólag, ugye itt végig böngészve a spanyol sajtót, a Márka és az Ász is azt jósolta, hogy Saul lesz a bal hátvéd ezen a meccsen, ami ugye azt jelentheti, hogy Salával és Alexander Arnolddal ő találkozik jó eséllyel. Ez nagyon jól működött egyébként a Bayer Leverkusen elleni mérkőzésén az Atletico Madridnak, de elképzelhető, hogy ott nem találkozott ilyen minőséggel. Ezen gondolkozom, hogy az... Michel Weiser, aki játszott a jobb oldalon a Leverkusenben. Simeonénak mondjuk a filozófiájában, meg az elgondolásaiban mennyire férne bele szerintetek az, hogy egy ilyen mérkőzésen őt tegye oda a védelem bal oldalára? Mert ez egy nagyon merész, nagyon bátor, nagyon innovatív húzás lehetne, de nem biztos, hogy a Liverpool ellen érdemes ezzel kísérletezgetni. A kérdés az, hogy van-e jobb opciója? És ezt fogja nyilván ő is végig gondolni ebben a helyzetben. Hát itt a sérülésből visszatérő játékosok azok, akik szóba jöhetnek. Lodi az, aki nincs igazán jó formában, 53 percet játszott csak most hétvégén a Valencia ellen. Arias most játszott egy bő órát, aki esetleg ott tudna játszani. Meg alapvetően jobb hátvéd. Igen, de ugye őt vezényelte át egyszer-kétszer, úgyhogy... Én szerintem tehát a Liverpool ellen sérülésből visszatérő játékosnak a kezdőben bizalmat adni, az óriási kockázat. Hamarabb beteszed Sault? Hamarabb. Ez emiatt is lesz külön érdekes, én azt gondolom. Na de hát még van egy pár harcunk erre a hétre, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ez pedig az Atalanta-Valencia mérkőzés. Ugye az Atalantáról már félig meddig ejtettünk szót, és bevallom, én nem sok Valencia meccset néztem ebben a szezonban, most megnéztem kettőt a mérkőzésre készülve, és rám sokkal jobb benyomást tett, mint amit korábban gondoltam erről a csapatról. Ez tele van olyan értékekkel ez a csapat, amik számomra eddig felderítetlenek voltak. Tehát például ez a Ferran Torres gyerek, ez egész... Azt hittem, hogy Gabriel Paulistát fogod mondani majd. Gabriel Paulista sem rossz, csak hát ugye ő megsérült, meg eltiltott is, úgyhogy ő nagyon sok... Meg ez a Florenzi fog... gyerek. Hát ez a Florenzi gyerek elderítetlen. Ez úgy megy. Ez mondjuk az, szerintem az ő személyes tragédiája, hogy Olaszországban... Elmenekülsz, és aztán... Igen, és visszatérhetsz Olaszországba, San Siroban játszhatnál az Atalanta ellen, még egy olyan csapat ellen is, ami ellen akár brillírozhatsz is. Brillírozhat a Valencia az Atalanta ellen? Mit vártok ettől a meccstől? Érdekel benneteket? Igen, abszolút, de erről beszéltünk már. Én ettől a párhasztó várom azt a nekünk minden mindegy hangulatot, mind a kettőnek tök mindegy. Hát, abszolút, nem, persze. Menni kell. Én azt várom, hogy az Atalanta megpróbál neki menni a Valenciának, úgy, ahogy azt megszoktuk. Josip Iličić, ha már Atalanta, nagyon-nagyon, ha most fejeződne be az olasz bajnokság, akkor azt hiszem, hogy nem lenne kérdés, hogy ő lenne a szezon játékosa. Ugye neki van a legjobb gól per perc mutatója, ami az akciógólokat illeti. Ő az, aki a legtöbb kulcspaszt osztotta ki, aki a legtöbb helyzetet alakította ki. Tehát mindenben óriási, az más kérdés. Ölötte az év gólját is. Hát igen, az átemelős, az nem volt megint csak csúnya. Szóval szenzációs az, amit Iličić csinál. Gasperininek a zsenialitását mutatja, az, hogy ennek ellenére néha a padra ülteti, hogy tudjon vele meccset fordítani? Beszéljünk a load managementről. Beszéljünk. Engem Iličić neve egyébként fölidegesít, mert hogy hat havonta találkozom vele, hogy a Róma, és ez 3 éve így van legalább. Úgyhogy figyelj, Gasperini szerintem a másik zseni Inzaghi mellett, akiről beszélni kell, és neki pedig ez a... Mesterműve? Hát a mesterműve is, meg a amennyire Inzaghinak az a folyamatos haverkodom, ott vagyok a játékosokkal az öltözőben, Gasperini meg az, aki mindent megtehet és elhiteti veled, hogy neked az jó lesz. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban mi lesz. Szurkolok az Atalantára. Igen, egyébként, de nagyon szerethető csapat ez a Valencia is, én azt hiszem, hogy ebben a jelenlegi összeállításában, meg azért arról beszélhetünk, hogy ez a csapat ez 11 év után tudott egy trófeát nyerni, most egymás után kétszer hozta a Bajnokok Ligája indulást. Ott az a klub körüli kupi, ami egy kicsit szerintem úgy szúrhatja az embernek a szemét, hogyha most itt tényleg pártatlanságból kiindul a próbálná csapatot választani magadnak, de közben meg ez az Atalanta, ez meg annyira izgalmas, meg annyira jó sztori az egész, ami most ott zajlik, hogy még én is, aki ugye nem vagyok feltétlenül az olasz labdarúgás felkent híve, de én nagyon tudom szeretni ezt a csapatot. Megtölti a San Sirót szerintetek az első meccsen?
az Atalanta? Nem, szerintem sem. Nem tudja, én azt gondolom, hogy ugye van egy fix 35-40 ezres tábor a maximum az Atalantának, és egy milánói, fog egy, így van, milánói, egy milánói az dacból nem fog kimenni egy Atalanta bajnokok ligája meccsre, tehát tök mindegy, hogy éppen Inter vagy Milán szurkol, mindenki gyűlöli egyébként az Atalantát ott a környéken, azt azért hozzá kell tenni, mert nyilván a klub pártálása meg szurkoló tábora olyan, amivel ott nehéz, vagy nehezen tudnak azonosulni a környékbeli kluboknak a szerelmesei, úgyhogy emiatt nem gondolom én sem, ami egyébként egy kicsit szomorú nekem, mert 80 ezer stadionban ugye eddig ilyen 40-45 ezer volt azt hiszem a csúcs, amit a Bajnokok Ligája meccsekre be tudtak vinni. Nagyon jó a San Siro, de nem feltétlenül jön át úgy a hangulat, ahogyan mondjuk átjöhetne, hogyha Bergámóban az egyébként... Atleti Azzurri, ami egyébként egy nagyon dzsúva kis stadion, de tehát majd szép lesz, hogyha teljesen felújítják, de biztos, hogy egészen más hangulata meg milliója lenne annak a meccsnek, hogyha ott rendeznék. Már csak... a következő körben a San Siroban. Hát akkor, tehát vagy nem tudom, ne, hogyha egy Barca, igen, biztos, vagy egy... Biztos, tehát igen, vagy az, hogyha megjelenne ott így van egy ilyen csapat, akkor azért szerintem. No, hát köszönjük szépen, Csabi, hogy ilyen hosszú idő után ismét vendégünk voltál, vagy vendégeid én voltunk. Köszönöm, hogy vendégül láttatok, hogy vendégül láthassalak. Úgyhogy hát reméljük, hogy most már a folytatásban azért nem lesznek ilyen két éves boszniai kitérők, és akkor mi is. Majd mindig akarom. Írok engem reklamáló kommenteket, amikor akarok jönni. Vagy beízítod a négy álnevedet, ami rendszeresen kommentelsz itt ott, Facebookon, YouTube-on. Ha már itt említettük ezeket a felületeket, akkor ezeken mindegyiken érdemes nézni, hallgatni a műsort és értékelni is. Úgyhogy köszönjük a mostani meghallgatást, sziasztok!